Tegnap háromszor kellett leállítani a hármas metrót, de ma is volt fennakadás az észak-déli vonalon. Az utasok nem voltak veszélyben, de a szakemberek szerint most már nem lehet sokáig halasztani a teljes felújítást. Az viszont gondot okozhat, hogyha nem tudnak bérmegállapodást kötni a BKV-nál. Emiatt ugyanis forgalomlassító akciót tervez az egyik szakszervezet. Sietnek az utasok a hármas metró Árpád hídi állomásán. Tegnap hajnalban azonban Kőbánya Kispest és a Deák tér között áramellátási problémák miatt kétszer is leállt a közlekedés, délelőtt pedig a Dózsa-György úton szikrázott az egyik szerelvény. Ma a Forgács utcánál robbant be az egyik ablak az utastérbe. Az utasok nem is titkolják véleményüket. Hát ideje kicserélni. Nehéz megszokni, de hát ez van, meg kell csináltatni. A Budapesti Közlekedési Központtól ma nem kaptunk tájékoztatást, ám a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke nem lepődött meg. Sajnos a hármas metró rossz állapotban van, mint a járművek, mint a pálya állapotok rosszak. Tehát ilyen meghibásodások időről időre előfordulhatnak, annak ellenére, hogy a kollégák mindent megtesznek, hogy ez kevesebb legyen. A Metróért Egyesület elnöke szerint is nagyon megbízhatatlan a hármas metró. Addig, amíg ezek a felújítások nem történnek meg, a napi karbantartást valami hihetetlen feszített módon kell az észak-déli hármas vonalon megcsinálni ahhoz, hogy tényleg azért ez a vonal napi félmillió utazó számára használható legyen. A budapestiek kedélyeit tovább borzolhatja, ha a BKV nem tud megegyezni az idei béremelésekről a szakszervezetekkel. Az egyik szervezet már forgalomlassító akciót is szervez. Az a túlterheltség, ami megjelent a járvezetők, főleg a járvezetők vonatkozásában, de a karbantartók vonatkozásában is, akár a jegyárusításra gondolok, vagy az első ajtózásra gondolok, ezek mind olyan plusz terhek, amelyeket látványos akciókkal a közvélemény számára is be tudunk mutatni. A BKV-nál jövő kedden folytatódnak a bértárgyalások. Megállapodás hiányában azonban egy komolyabb sztrájkot sem lehet kizárni. Bár a szakszervezetek ebben sem egységesek.